A szénhidrátok körül forog a cukorbeteg étrend, ugyanis ennek a mennyisége lesz korlátozott az étrendünkben, viszont így elméleti háttérnek annyit érdemes ezekről tudni, hogy két nagy csoportja van a szénhidrátoknak. Vannak az egyszerű szénhidrátok és az összetett szénhidrátok. Az egyszerű szénhidrátok azok, amik tulajdonképpen édes ízűek, ide tartozik például a glükóz, ami a szőlőcukor, illetve a fruktóz, ezek megtalálhatóak zöldségekben, gyümölcsökben, természetes formában, ezzel általában nincs is gond, mondjuk emiatt kell például a gyümölcsökkel számolnunk mennyiségben, mert a természetes cukortartalma magasabb, viszont hozzáadott formában is gyakran találkozhatunk ezekkel az élelmiszer feldolgozás során, tehát a csomagolt élelmiszereinket pont ezért kell figyelni és termék címkét olvasni, mert ezeket azért kerülnünk érdemes. Cukorszerű csoportjaink, élelmiszereink közé tartoznak a laktóz, illetve a szaharóz, ami a nátcukor, vagy más néven a répacukor, ez mind igazából az asztali formája a cukornak, tehát a kockacukor is ugyanez, és itt egy nagyon gyakori tévhitre szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokszor vesz az ember sokkal drágábban barna cukrot vagy nátcukrot, azért mert hogy azt gondolja, hogy akkor egészségesebben táplálkozik, de igazság szerint ez pont ugyanaz, mint a sima kockacukrunk, tehát érdemes ezt kerülni, vagy csak az vásárolja, aki szereti az ízét, mert hogy valami kicsi ízkülönbség azért van, de egészséges életmód szempontjából pedig nincsen hasznunkra. És akkor vannak az összetett szénhidrátok, a másik csoport, ide tartoznak tulajdonképpen a keményítők, illetve a rostok. A rostokat szeretném kiemelni, mert nagyon-nagyon hasznos mind az emésztésünk tekintetében. Nagyon jó hatással van a bélflórára, a mikrobiomra, tehát érdemes odafigyelni, hogy rostdúsan táplálkozzunk, de azért azt is nagyon fontos szem előtt tartani, hogy akkor a folyadékfogyasztásra is kiemelten oda kell figyelni, különben pont az ellenkezőjét tudjuk elérni. Szénhidrátot számolni szükséges ebben az állapotban. Ehhez ugye két információra van mindig szükségünk. Az egyik az, hogy mennyit tartalmaz az adott élelmiszer szénhidrátból, tehát a tápértéke az egyik információ, amire szükségünk van. A másik pedig az, hogy mennyit fogyasztunk el ebből az élelmiszerből, és akkor innentől már csak egy kis matekozásra van szükségünk. Tulajdonképpen három csoportra oszthatnám fel a szénhidrátokat, ami 5% alatti szénhidrát tartalmú, tehát 100 g-ban maximálisan 5 g szénhidrátot tartalmaz, azok, amiket korlátlanul fogyaszthat az ember. Ezek ide tartoznak például a salátafélék, néhány kerti zöldségünk és egy-két bogyós gyümölcs, de innentől kezdve majdnem minden a mértékkel, a mért mennyiségben fogyasztható kategóriába tartozik, tehát például a hüvelyesek, vagy a gyümölcseink többsége, illetve a kenyérfélék, a köreteink, legyen az rizs, tészta, krumpli, bulgur, ezek mind mért mennyiségben fogyaszthatóak. És akkor van a harmadik csoport, a finomított szénhidrátok, a cukor, a méz, a fehér liszt, amiket viszont kerülni kell. Lehet nasalni cukorbetegen is természetesen, tehát a lelkünkre azért mindig figyeljünk, és ezt az étkezések során is tartsuk szem előtt, hogy élvezzük azt, amit eszünk. Vannak alternatívák, most már egyre több cukrászdában található akár édesítőszeres, tehát cukormentes termék,
amit alternatívaként vagy időnként be lehet illeszteni az étrendbe. Nyilván nem minden nap nassoljunk, de azért az alkalmak során, amikor ünneplünk valamit, akkor nyilván van hova nyúlni. És a másik ilyen elv, amit érdemes szem előtt tartani, hogy általában ami gyümölcsös, tej alapú vagy tejtermék alapú, azok kedvezőbb kalória és szénhidrát tartalmúak tudnak lenni, tehát azokat részesítsük inkább előnyben. A glikémiás index az tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy ez az adott élelmiszerünk mennyire emeli meg a vércukorszintünket, és ez a glükóz felszívódásához van viszonyítva, tehát ez egy viszonyszám lesz, úgyhogy emiatt lehet úgy is találkozni glikémiás indexel, hogy csak egy sima szám szerepel ott, de lehet ez százalékos is. Igazából három csoportra lehet osztani a glikémiás indexű élelmiszereket, vannak az alacsony, a mérsékelt és a magas glikémiás indexű termékek. Minél kisebb ez az érték, annál jobb, annál lassabban fogja emelni a vércukorszintünket, tehát mindig erre fogunk törekedni, hogy ezekből az élelmiszerekből válasszunk. Ugyanakkor azért fontos azt is elmondani, hogy van ebben is némi egyéni tolerancia, egyéni érzékenység, tehát ki kell tapasztalni, hogy valójában ez az, az adott élelmiszer az hogyan is hat annak az egyénnek a vércukorszintjére. A vércukorszint emelő hatás az befolyásolható. Például befolyásolható a darabolásnak tehát a konyha technológiával, például a darabolásnak a fokával. Ha mondjuk megeszek egy almát, az kevésbé fogja megemelni a vércukorszintemet, mint hogyha én azt letúrmixolom, roncsolom a rost sejtfalát, a rost tartalmát, tehát akkor gyorsabban felszívódóvá fog válni. De lassítható még a vércukorszint emelő hatás, hogyha az adott szénhidráttal, például legyen ez most egy szelet kenyér, egy időben fogyasztok fehérje és vagy zsíradék forrás, tehát mondjuk azt az egy szelet kenyeret elfogyasztva gyorsabban fogja megemelni a vércukorszintünket, mint hogyha azt a kenyeret azt szendvicsként fogyasztom el, egy kicsike kis vajjal, egy szelet sonkával, meg egy szelet sajttal.